Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, mai vendégünk pedig Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő. Vele fogjuk megbeszélni az aktuális híreket. Itt van a vonalban, jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Üdvözlöm a hallgatókat, szép jó napot! És van mit megbeszélni, hiszen áll a bál Európában, meg Európán túl is. Kezdjük azzal a migrációs válsággal, amely jelenleg a lengyel határon alakult ki. Fehér Oroszországból érkeztek ismeretlen eredetű migránsok, egyáltalán ismeretlen eredetűek, meg hogy látja ezt az egész kérdést? Nézzet az, hogy ismeretlen eredetűek lennének, én ezt azért nem gondolom, mert hogy származásukat, nemzetiségüket tekintve, tehát hogy ázsiai állampolgárokról, illetve ázsiai menekültekről van szó, a közel-keleti menekültekről van szó, tehát azért eléggé jól be lehet most már pontosítva mérni azt, hogy mely országokból indultak itt el emberek. És hát ugye itt igazán a kérdőjel, és most ezt az, hogy indultak el emberek, tehát az indultak el, azt tegyük idézőjelben, mert hogy itt nagyon-nagyon komolyan, és igazán ennek a válságnak ez a fő kiemelkedő gócpontja, és a súlyosságát ez mutatja, hogy igazán itt nem arról van szó, hogy ezek az emberek úgymond saját maguktól döntötték azt el, hogy ebben a térségben jelennek meg. Az ő fejükben az benne volt, hogy szeretnének az Európai Unió területére bejutni, de az, hogy ez Fehér Oroszországon keresztül teszik meg, és tulajdonképpen kialakult egy olyan útvonal, ami korán sem olyan, mint például a földközi tenger térségében, amit látunk mondjuk Líbiából, Olaszország irányában mozogni, vagy amit láthattunk például Magyarország tekintetében, vagy Magyarország vonatkozásában a Balkán térségében. Tehát itt tulajdonképpen is ez a súlyos ebben a helyzetben, oda utaztatják ezeket az embereket, és úgy néz ki, erre nézve egyre pontosabb információk rajzolódnak ki titkosszolgálati szempontból, hogy ebben a fehér orosz kormányzat nagyon komolyan szervezési oldalról benne van, és ők azok, akik ezt a fajta migrációs nyomást Lengyelország területén keresztül tulajdonképpen az egész Európai Unióra rá nyomják. Említette a titkosszolgálati szót, mondhatjuk, hogy akkor ez egy fehér orosz titkosszolgálati akció, amelynek keretében egy mesterséges migrációs nyomás alakul ki? Az a baj, hogy egyre inkább úgy látszik, hogy ez nem csak Fehér Oroszország, tehát nem csak Belorusszia titkosszolgálati akciója, hanem nagyon-nagyon komolyan felsejlik Oroszország titkosszolgálati tevékenysége is. Igazán, ami most az Európai Unió területén egy nagyon-nagyon súlyos helyzet, és ennek egyik fejezete ez a fajta tudatos, szervezett migrációs nyomás Oroszország és Fehér Oroszország részéről. Emellett például láthatjuk ugye a gáz árak emelkedését, illetve azt is, hogy tulajdonképpen Oroszország a Gazpromon keresztül idézőjelben megint csak játszik azzal, hogy a gáz hogyan áramoljon Európába. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon komoly nyomásgyakorlást látunk, amely nyomásgyakorlásnak több része, több fejezete van. Egyik fejezete például ez a fajta migrációs nyomás, a másik pedig az energetikai szektoron keresztül egy energiafüggőségben lévő Európai Unióra helyezett politikai és gazdasági nyomás, amit láthatunk. És sok oldalról jövő nyomás, ahogy ön is mondja, túléli Európa? Meg ráadásul elég rossz időpontban jött. Hát nézze, nyilvánvalóan Európa nagyon komoly válságban van, és nem ebben az évben indult ez a válság. Én azt gondolom, hogy, és erről mi is beszélgettünk már, hogy az Európai Unió belső működését tekintve már nem az, amire annak idején létrehozták. Ugye az Európai Unió az tulajdonképpen egy gazdasági közösség, nevezhetjük így, nagyon egyszerűen, sarkosan fogalmazva. Eközben a fejlődését tekintve, és biztonságpolitikai, titkosszolgálati, gazdasági, energetikai, tehát mindenfajta területen egyre inkább az Európai Unió ellenfelei, vetélytársai, politikai, katonai, vagy például a terror szempontjából, a terrorszervezetek oldaláról, tehát ezek a politikai, katonai és gazdasági ellenfelei folyamatosan az Európai Unió kapcsán egy országot látnak. Miközben ugye mi tudjuk, hogy nem egy országról beszélünk, de az ellenfeleink így látnak bennünket. És van egy nagyon-nagyon
komoly olyan fejlődési forgatókönyv, ami egyébként sem az Egyesült Államoknak, sem Oroszországnak, sem pedig biztonságpolitikai szempontból más országoknak, mondjuk közel-keleti országokról beszélünk, sem tetszik. Hogyha egyébként az Európai Unió valahogyan átbillen ezen az egyszerű gazdasági közösségen, nem az Európai Egyesült Államokról beszélek, tehát ezt szeretném többször aláhúzni, hanem egy olyan szervezeti országegységről, ahol adott esetben biztonságpolitikai szempontból saját gyors reagálású erőkkel. Hát csak erre mondják, hogy arra meg ott a NATO, és nagyon sok az átfedés. Igen, de ugye azt látjuk, hogy biztonságpolitikai kihívásokról és kihívásokban, és egyébként ebben nagyon érdekes, hogy Magyarország is ezt az álláspontot vallja a kormányzati oldalról, hogy egyébként azt mondja Magyarország is, a balti államok, Lengyelország meg különösen, hogy szép-szép a NATO, de ennek ellenére valamilyen fajta Európai Uniós gyors reagálású előre szükség lenne. Akkor ön például támogatná egy közös európai hadsereg felállítását? Abszolút. Ugye Emmanuel Abszolút. Macron az, aki ennek talán az élharcosa. Abszolút. Én azt gondolom, hogy az, amire a NATO létre lett hozva, biztonságpolitikai szempontból azok a kihívások nem úgy jelentkeznek, mint ezelőtt bő 50 vagy 60 évvel. Egy egészen másfajta világban élünk, és adott esetben sokkal komolyabb háttere lenne Lengyelországnak is, hogyha egyébként például, amiről ön beszélt most, ezt a migrációs válságot, vagy ezt a fajta migrációs akciót, nem csak azzal tudná letromfolni, hogy egyébként a saját katonai erejét mozgósítja, és nem csak azzal, hogy azt mondja Fehér Oroszország felé, hogy nézzétek, azért mi a NATO államként, NATO országként, ugye a NATO támogatását is bírjuk, hanem adott esetben azt is el tudják mondani, hogy egyébként Európának akár határrendészeti szempontból van egy olyan komoly gyors reagálású ereje, amin keresztül 10-15-20 ezer, vagy akár 30 ezer ember is meg tud jelenni a lengyel határon nagyon-nagyon gyorsan, néhány tíz órán belül, ha ez szükséges. És ez egy nagyon komoly válasz lenne. De visszatérve az alap kérdésére, tehát ugye az, amiben az Európai Unióban mi gondolkodunk, és amire létre lett hozva, a között, a két rész között van egy éles különbség. És ez az, amit egyébként a nagyhatalmak, és egyébként ebben azt kell, hogy mondjam, például az Egyesült Államok is, de Oroszország különösen, ezt a különbséget, vagy ezt a feszültséget folyamatosan fönntartja egyszerűen azért, mert ha ők belenéznek egy ilyen időtávcsőbe, és azt látják, hogy mondjuk 10 év múlva, 15 év múlva, 20 év múlva egy sokkal-sokkal szervezettebb biztonságpolitikai, titkosszolgálati oldalról, katonai szempontból, gazdasági szempontból, egy jól együttműködő Európai Unióról beszélünk, az az ő biztonságpolitikai mozgásaikat, gazdasági mozgásaikat nagyban tudja akadályozni. Tehát nem érdekük, hogy legyen egy erős Európai Unió. Ezzel nézünk most szembe, hát most már én azt mondom, hogy legalább 6-10 éve, és ezekre kell valamilyen fajta megoldást találnunk. És az, ahogy ön előbb fogalmazott, hát közben jönnek más kihívások is, például a COVID, amiben azt kell, hogy mondjam, hogy az Európai Unió járványügyi intézkedéseiben azért nem nagyon jeleskedett. Tehát, hogy és nem volt sok haszna annak, hogy mi egy közösségként léptünk fel? Igen, igen, tehát hogy egyre inkább az látszik, de ha most hadd legyek egy picit optimista ebben a témakörben. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy Európa mindig is fel tudott állni a válságokból. Most akár a háborúkat nézzük, és most nem csak az első vagy a második világháborúról beszélek, hanem korábbi, több száz évvel ezelőtti, például a 30 éves háborút hadd említsem. Tehát Európa mindig először bajba került, sokasodtak a problémák, és ebbe egyébként nagyon-nagyon sok ember belehalt, de egyébként Európa tudott választ adni, és egyfajta, mint az összenyomott rugó, vagy a víz alá nyomott pöttyös labda, egyszerűen a válság megoldása után föltört, és megelőzött a bolygón hát rengeteg csak mindig kellett hozzá a külső nagyhatalmaknak a segítsége. Lásd nyugaton az USA, és keleten a Szovjetunió. Ebben önnek igaza van, viszont én azt gondolom, hogy itt megint csak ütközik egy régi gondolatiság, amiben azért tudtak segíteni a nagyhatalmak, és akkor akár beszélhetünk Jaltáról, ugye a Jaltai Egyezményről 1945-ben, vagy 1943 kapcsán, ugye Teheránban, ahol a nagyhatalmak nagyon-nagyon tudatosan már akkor
Én azt mondom, hogy ez egy eléggé cinikus hozzáállás mentén tulajdonképpen felosztották Európát. Tehát, hogy ők abban voltak, akkor is érdekeltek, és most egy picit átlépte, tehát nyilván a náci Németországot le kell győzni, de valahol gazdasági szempontból, amikor ránéztek megint csak ezen a távolba látó, jövőbe látó távcsövön keresztül, hogy ennek a háborúnak egyszer vége lesz, mármint a második világháborúnak, és a náci Németországot le fogják győzni, azért látták azt, hogy neki Európa... van szémbányája, neki van ércbányája, és neki van ipara. Így van, és hogy egyébként jó az, hogyha Európa tulajdonképpen a két nagy tömb mentén szétválasztható. A történelem viszont azt hozta, hogy Európa végül is az elmúlt évtizedekben békében egyesült. Nem volt háború. Létrejött egy gazdasági együttműködés, ez a gazdasági együttműködés egyébként például az USA gazdaságánál, tehát az egész Európai Uniót veszem, nagyobb. Oroszországról nem is beszélve. Tehát, hogy ilyen szempontból az, amit hosszú-hosszú évtizedeken keresztül a nagyhatalmak tudatosan próbáltak elkerülni, azt valahogy a történelem sodorvonala mégis összehozta. És itt vagyunk ebben a mostani helyzetben, egy válságban. Az Európai Unió recse ropog, belső problémák miatt, a bürokrácia miatt, tehát rengeteg hiba van, és egyébként nagyon sok dologban, most ez furcsa lesz az én számoltat ellenzékiként, de hogy nagyon sok dologban egyébként Brüsszel működéséhez kapcsolódóan az Orbán kormányzatnak igaza van. Pont azon gondolkodtam, hogy nem a lengyel migrációs válságról szóltak az elmúlt hetekben a hírek, hanem arról, hogy például az Európai Parlament illegitimnek nyilvánította a lengyel alkotmánybíróságot. Igen, és ugye továbbra sem arra adunk választ, ami egyébként a külső kihívás, de még egyszer hadd mondjam, tehát, hogy annak ellenére, hogy a nagyhatalmak sok tíz évvel ezelőtt, ahogy előbb fogalmaztam, Teheránba és Jaltába különösen, ugye azzal foglalkoztak, hogy ez az Európa ne legyen egységes, és akkor még hol volt az Európai Unió sehol, még csak egy állam se volt. Ennek ellenére azért a történelem az Európai Uniós országokat és Európát egy olyan irányba tereli, hogy elő vagy utóbb rá kell jönnünk, hogy közösen kell a problémáinkat megoldani. Ebben számtalan rossz út van, akár nézzük például Franciaország tekintetében, mi is beszélgettünk erről, mondjuk az iszlám térnyelését, vagy az iszlám vallási oktatását, tehát számtalan nagyon-nagyon negatív dolog van, viszont vannak jó dolgok is, aminek kapcsán például a határőrizet, tehát az Európai Uniós határőrizet Frontex megerősítését hozta. Gyerekcipőben jár, de azt gondolom, hogy minden egyes évvel egyébként egyre jobb válaszokat fog adni az Európai Unió. Tehát itt van az, hogy az ellenfeleink, most nézzük így, politikai, katonai vagy biztonságpolitikai szempontból említem ezt, az ellenfeleink tudják, hogy egyébként ketyeg az idő. Tehát, hogyha azt a fajta feszültséget nem sikerül annyira kifeszíteniük, hogy itt egy kibékíthetetlen ellentét legyen az Európai Unió belül, előbb vagy ott utóbb az Unió egyébként ezeket a problémákat megoldja. Nyilván jobb lenne előbb, de hát ez ilyen tipikusan európai hozzáállás, ahogy itt a folyamatok mennek. Nagyon érdekes látni, hogy valójában a felszínen, hangsúlyozom, hogy a felszínen nem az Európai Unión belül van a probléma, hanem ugye itt például jelen esetben látszólag Fehér Oroszország csinálja a fesztivált. Ha megnézzük az ukrán-orosz konfliktus, látszólag az is olyan, hogy az Unió akár kívül is maradhatna az egészből, de hát mégiscsak ott vannak Magyarország határán. Szóval, hogy van egy csomó ilyen gócpont, és ha megnézzük még azt, hogy a Balkánon mi történik, tehát ilyen egészen puskaporos most a hangulat így az Európai Unió országai körül. Ön hogy látja, még ebben az évben tudnak erre valami fajta megoldást találni? Hát mindegyik problémára ebben az évben szerintem nem lesz megoldás, sőt szerintem az elkövetkező években sem. Tehát, hogy itt egy jóval-jóval hosszabb folyamatról van szó. És egyébként nagyon érdekes az, hogy elég plasztikusan így fogalmazott, hogy tényleg, ha ránézünk ezekre a problémákra, soha nem... A valódi okokról beszélünk, hanem mindig az okozatokról. Igen. Tehát ugye az történik, hogy most nem nevezzük nevén, ön is ugye a beszélgetés elején ugye beszélt Fehér Oroszországról és Lengyelországról. Miközben itt nem tehát Fehér Oroszország is, most nagyon sarkosan, pestiesen fogok fogalmazni, egy játékfigura
Oroszország és az Európai Unió saktábláján. És ebben egy játékfigura egyébként Lengyelország is, tehát hogy egyébként a két nagy hatalom, most nevezzük így, tologatja az országokat és tologatja ezeket az erőforrásokat, és ezen keresztül nyilvánvalóan embereket. Tehát ugye ez egy eléggé kemény és borzasztó sakjátszma, hatalmi játszma. És valahogy az Európai Unió egyébként nem ad jó válaszokat, nem ad sarkos válaszokat. Most félreértés ne essék, tehát most itt nem katonai válaszokra gondolok, de például azt jól látjuk, hogy a Krím elfoglalása, bekebelezése, elcsatolása kapcsán például az Európai Unió gazdasági szankciókat léptetett életbe Oroszországgal. És egyébként ezeknek a szankcióknak úgy annyira nagyon-nagyon nagy eredménye nem lett. Tehát nyilván Oroszország nehéz helyzetbe került, de hát azt látjuk, hogy egyébként Oroszország kibírta. Sőt, ugye most azt látjuk, hogy egyébként Oroszország lépett egyet a gáz kapcsán, és hát mindenki csak kapkodja a levegőt. Tehát igazán és valahogy jobban fáj Európának, például a Gazpromnak a felfüggesztés, a gázszerítés felfüggesztése, mint ezek a gazdasági szankciók látszólag fájnak Oroszországnak. Most, tehát azért ezt tegyük hozzá, hogy minden egyes válság megoldási részének van egy ütemezése. Tehát annak idején például, amikor a Krímet visszafoglalta Oroszország, nyilvánvalóan az első napokban, hetekben, hónapokban azok a szankciók Oroszországnak is fájtak. Tehát ugyanúgy, mint nekünk most, hogy a gáz ár emelkedés, illetve az üzemanyag emelkedés, illetve az, hogy gáz függőségben vagyunk. Nyilvánvalóan egyébként az Európai Unió ezt valahogyan meg fogja oldani. Vagy egyfajta kiegyezés mentén, csak ugye azt értse, és ez, amit egyébként nagyon sokszor a politikusok elfelejtenek, és ez egy abszolút biztonságpolitikai megközelítés. Egyszerűen a biztonságpolitika az, ami mindig emlékezteti a vezetőket oldaltól függetlenül arra, hogy ne felejtsék azt el, hogy egy-egy helyzetben egyébként mi volt a valódi történés. Tehát, mint ahogy Oroszország biztonságpolitikusai mindig jelzik, és egyébként annyira nem kell jelezni, mert ugye Putyin elnök titkosszolgálati és egyébként mindenfajta háttere biztosítja azt, hogy ezeket a helyzeteket ő átlátja. Tehát Oroszországban is az teljesen tiszta, hogy pontosan tudják, hogy a NATO is és az Európai Unió is egyfajta gazdasági, illetve katonai terjeszkedésben van, és nem szabad elfelejteni azt, hogy például a NATO kapcsán az Egyesült Államok Ukrajnát folyamatosan szeretné egy olyan helyzetbe hozni, amin keresztül Ukrajna tulajdonképpen, most a legvégső esetet mondom, a legsarkosabb esetet mondom, NATO országgá válik. Ugye ez Oroszországnak nagyon fáj, és mindenfajta együttműködésben kedves, leginkább ez mondjuk az orosz-ukrán viszonylatban nem volt igaz, de bármifajta közeledés volt, egyfajta ilyen suttogó háttérhangként, azért mindig a biztonságpolitikusok elmondják, hogy ne felejtsétek el az alapvető problémát, Ukrajna nem lehet NATO ország, Ukrajna nem lehet teljes egészében az Európai Unióé, mert ez Oroszországnak fáj. És ugyanez történik egyébként az Európai Unió oldaláról, mert hogy itt is biztonságpolitikai szempontból most nyilván német biztonságpolitikusok, akik mondjuk a kormányzatban vannak, nagyobb fajsúlyjal tudják, vagy nagyobb hangsúlyjal tudják ezeket az információkat mondani, mint mondjuk én, de itt megint csak azt el tudjuk mondani, hogy ne felejtsétek el, hogy egyébként Oroszországnak mindig is fontos volt már a napóleoni háború után az, hogy Kelet-Európa, Közép-Európa valahol egy felvonulási terület legyen, és egy olyan orosz érdekszféra, amin keresztül a Balkántól a Balti tengerig egy ütköző zónát lehet létrehozni. Ez volt egyébként, tegyük hozzá, ugye a Varsói Szerződés államait tekintve egyfajta ilyen ütköző zóna a Szovjetunió számára. Ne felejtsétek el azt, hogy egyébként, ha Oroszország meglépte azt, amit most Putyin elnök egyébként meglépett, és a gázzal megzsarolja Európát, hogy ezt az energiafüggőséget valahogyan meg kell oldani. Mert egyébként, ha nem oldjátok meg, ezzel mindig lehet zsarolni. És meg lehet oldani? Pont egy környezetvédelmi ilyen misszió kellős közepén, amikor még a meglévő energiaelőállítókat is leállítják? Ez egy nehéz kérdés, és ennek egy része energetikai kérdés, amit nagyon egyszerűen fogalmazok, nem értek hozzá. Az, amit biztonságpolitikailag látok, mindig van megoldás, csak ugye meg kell nézni azt, hogy ezzel mit nyerünk és mit veszítünk. Tehát például a kapásból nem most,
hanem jó pár évvel ezelőtt az Egyesült Államok bejelentkezett, hogy egyébként az Európai Unió gázfüggőségét különböző ilyen terminálokon keresztül meg tudják oldani, hogy az Atlanti-óceánon keresztül ilyen nagy tartályhajókkal segítik Európát, de hogy pestélyesen szokták mondani, nincs ingyen ebéd, tehát nyilvánvalóan ez valamilyen szempontból az Uniónak ugyanúgy fájna, és ugyanúgy egyfajta függőséget eredményezne, mint amit egyébként Oroszország kapcsán látunk. De az mindenképpen egy fontos. És én azt gondolom, hogy lehet, hogy rövid távon eredményt hozó lépés Oroszországnak, hogy most ezt meglépték. És ugye egy kicsit mosolyogtam azon, amikor itthon a médiában megjelent, azt hiszem tegnap vagy tegnap előtt, hogy Putyin elnök utasítást adott a Gazprom részére, és a Gazprom nem hajtotta végre. Tehát ugye ezt ugye senki nem veszik komolyan, hogy Putyin elnök szól a Gazprom vezetésének, hogy valamit hajtsanak végre, és a Gazpromnak egyébként akkora önálló. Ez többsebből vérzik az a történet. Igen, tehát hogy az visszaválaszol az orosz elnöknek, hogy nagy tisztelettel nem hajtjuk végre az ön utasításait. Tehát, hogy úgy, ez nem működik. Ez fontosabb, mint az elnök úr. Igen, tehát, de ezt tudjuk, hogy ez nincs így. Tehát, hogy igazán diplomáciai szempontból, külügyi szempontból Putyin elnök el tudja mondani azt, hogy ő az utasítást kiadta, aztán érdekes módon nem hajtódott végre, vagy nem úgy hajtódott végre. És hát ilyen szempontból ezért mondom azt, hogy szerintem rövid távon lehet, hogy ez eredményt hoz most Oroszországnak. Mondok egy konkrét példát, a Krím kapcsán azoknak a gazdasági szankcióknak egy részét az Unió feloldja, ami igazán fáj, mondjuk Oroszországnak. Aztán marad néhány dolog, hogy papíron azt lehessen mutatni kifele, hogy hát azért még mindig van valamilyen fajta embargó, és még mindig tulajdonképpen a Krím félsziget miatt az Unió nagyon haragszik Oroszországra. De egyébként közép és hosszú távon az, amit előbb önnek mondtam, az, hogy biztonságpolitikai szempontból most egy vörös vonalat átlépett Oroszország, és megtett olyat, amit az elmúlt évtizedekben sosem mert megtenni, hogy ilyen helyzetbe hozza az Uniót, ez előbb vagy utóbb valamilyen fajta megoldást fog hozni az Unió részéről, és az viszont fájni fog Oroszországnak. Ez biztos. Ez ugyanaz, mint... Van erre az Unión belül olyan karizmatikus politikus, aki ezt végigvigye? Nincs. Most nincs. De ennek ellenére a kihívás van. Tehát, hogy azt fogadja el tőlem, hogy... És ez most ne csak az Unióra, bármilyen közösségre. Ha van valamilyen fajta külső probléma, az most akár egy ország, akár egy város kapcsán, ha nézzük, és az emberek fölfogják, hogy azt a problémát meg kell oldani, mert így tudnak tovább élni. Egyszerűen ez egy olyan hajtóerő, hogy előbb vagy utóbb valahogyan azt megoldják. Most nyilván itt azzal a helyzettel, hogyha lenne egy karizmatikus vezető, ha lenne erre koncepció, vagy nagy Isten, lenne megfelelő nyersanyag tartalékunk bányászati szempontból, vagy lenne olyan fajta alternatív energia, amivel kiváltható lenne ez a fajta gázfüggőség, akkor nyilván nagyon-nagyon gyorsan lehetne erre valamilyen fajta választ adni. Putyin elnök és egyébként Oroszország azért dől hátra picit kényelmesen, most lehet így mondani plasztikusan, mert hogy tudják azt, hogy erre a megoldás hát nem egy-két évben számolható, hanem mondjuk évtizedekben. De akkor is ez előbb vagy utóbb meg fog oldódni, és ilyen szempontból is ez nem optimizmus, ez egyszerűen egy nagyon-nagyon tényszerű megközelítés. És azt kell látnunk, és tényleg így összefoglalva erre az egész témakörre vonatkozóan, hogy az Unió nagyon-nagyon komoly harcban, most a harcot ne konkrét háborús helyzetként, hála az égnek, tehát hogy ilyen nincs, de egyébként minden más fronton, gazdasági szempontból, belső erőforrások szempontjából, a migráció kapcsán, a terrorizmus kapcsán, tehát úgy megsorozta az élet, most nem tudom másként fogalmazni Európát az elmúlt 10 évben, emögött egyébként mozgatórugó oldaláról, akár az Egyesült Államok, akár az arab tavasz, akár Oroszország és tulajdonképpen egyfajta proxy tevékenységként, tehát ilyen kihelyezett tevékenységként Fehér Oroszország oldaláról, ilyen migrációs nyomáson keresztül megjelenik, de én azt gondolom, hogy ezeket a helyzeteket egyre tisztábban látjuk, és nem csak én látom, hanem ezt nagyon-nagyon sok politikai erő is látja, és minél többen látjuk, minél több ilyen hatás van,
annál inkább egyébként az Unió el fog mozdulni abba az irányba, hogy erre valamilyen fajta megoldásokat hozzon. És nincs benne az a veszély, hogy mire egyre többen meglátják, és mire oda jutnak, addigra meg már teljesen más lesz valójában a környezet. Nem tud annyira más lenni a környezet. Tehát az a fajta... Tehát nincsenek igazán a világ problémáira, és egyébként ez a itt van a, úgymond a probléma, úgymond elásva. Tehát, hogy egyébként Oroszországnak az a fajta nagyhatalmi gondolkodása, amin keresztül szerettek volna a nagyhatalmak táblájára úgymond újból játékosként fölállni, ez 20 évvel ezelőtt már abszolút igény volt. Azt látjuk, hogy ezt ők meglépték, és felkerültek újra erre a táblára, sőt, nagyon komolyan játszanak is, mondjuk leginkább velünk, tehát az Európai Unió. De közben a bolygót érintő kihívások kapcsán Oroszországnak szüksége van ránk. Oroszországnak egyébként szüksége van az Egyesült Államokra, és az Egyesült Államoknak, tehát ez a borzasztó ebben az egész válsághelyzetben, amit most látunk a bolygón kapcsán, hogy minden mindennel összefügg, és egyébként az országoknak szükségük van egymásra. Hát igen. Tarjányi Péter, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk, és igazán tanulságos volt. Sokat jutottunk előre. Köszönjük. Köszönöm szépen a lehetőséget.